10 évvel ezelőtt újult meg a Paksi főutca egy szakasza, most egy másik részt állítanak helyre ugyanitt. A tervezési munkákról szóló megállapodást már alá is írta a település polgármestere a kivitelezővel. Igazából most még csak a tervezése indul el ennek a beruházásnak, de ez is nagyon komoly feladat. Látható itt mellettem csak a szerződés, tervezési szerződésnek a mennyisége, hogy milyen munkát igényel ez. A szerződés összege egyébként nettó 114 millió 600 ezer forint. A főutca tervezésénél fontos elvárás az önkormányzat részéről, hogy az óváros hangulatához illeszkedő, de egyben a 21. századi elvárásoknak is megfelelő közterületet alakítsanak ki. Emellett arra is figyelnek majd, hogy minél kevesebb autós használja a helyreállított szakaszt. Alapvetően itt zajlik a forgalom, ugye Paks városának az utcahálózata az olyan, hogy abszolút erre az egy főutcára tereli rá a forgalmat, ezt szeretnénk csökkenteni. Zöld szigeteket alakítanak ki, helyreállítják a csatornahálózatot, és járdafelújításra is sor kerül, de a tervek között parkolók és kerékpárút építése is szerepel. Paks polgármestere azt mondja, több lakossági fórumot is tartanak majd a munka elkezdése előtt.